Na csát, csumi csőtész a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, Keeper Papa jelentkezik a következő Farming Simulator 15 gameplayer a 7 Days to Die rajongóktól elnézést kérek, hogy nagyon régen volt rész, de most nagyon ráfügtem a Farming Simulatorra már megint. És, ja, és Lukács István, nagyon szépen köszönöm az e-mailt, teljes mértékben egyet értünk, közben majd beszélek róla, csak elindítom a játékot, meg az aratást, meg mindenfélét, mert dolgozni köd gyerekek itt, meg összementek a kambányok, aztán valami legyen. Na, elindítom a kombájnokat, azt a kis részt azt le kéne aratni itt, és azt kellene csinálnom, arra gondoltam. Gyors, ezt learatom ki, nem. A másik kombájnt megindítjuk. Ez oda-vissza menetelen van, ha jól emlékszem, és biztos, hogy úgy is lesz most is. Vajatok, kimegyek a szélére, és akkor oda-vissza megküldöm, és lehet, hogy akkor learatom azt manuálisan ott azokat a kis kitüremkedéseket, hogy menjen a meló rendesen, mert látjátok, itt mindenféle kagyvaz van, és lehet, hogy utána manuálisan aratunk egy kicsit rávával, és akkor mesélek dolgokat, mert azt írtátok, hogy ez baromira tetszik nektek, hogyha megy a dumálás, a egybe főbe gyerekek, jaj! Ja, Lukács István írt egy e-mailt, mindjárt lesz róla szó, csak várjatok egy pillanatot. Na, hogy van ez bájdva? Jobbra fordulós, oké, okay, jó. És nem normálra van állítva. Aha, jó, aha. Ez normálra volt állítva, nekem nem kell, hogy normálra. Most jöhet az autó. Mit nyomok be ezzel? Mit nyomok? Na várja. Ez elvileg most ennek jónak kell lennie. Szerintem ezt le fogja követni. Megvárjuk, jó? Megvárjuk, hogy ez történjen meg. És akkor utána megyünk a másikkal manuálisan aratni. Követed szépen? Erre vagyok kíváncsi, erre fordulóra. Jó, úgy látom, hogy ez jó lesz. Oké, gyerekek, akkor vehetünk vissza. Egyen odébb. És akkor ezzel meg itt ezt a részt learattatjuk. És lehet, hogy akkor Steigerrel egy kicsit dolgozunk. Ezt a sarkot megcsinálom. Mi van itt, gyerekek? Ez valami nagy sár, vagy mi ez? Gyanús, nézzétek. Lehet, hogy oda besüllyednénk, és akkor jönne a bontotás. Bár azt fogadni mernék, ha bírnátok, hogy belesüllyedne a keeper oda. Belemenjünk, srábával belemegyünk, megpróbáljuk, hogy ott bele, tényleg belesüllyedne. És ezért nem merek belemenni ezzel a géppel, mert baj lesz. Jó, oké. Okay. És akkor ezen is megnézzük, hogy van a combine. Az autó combine-on megy, úgyhogy ez jó is lesz. És oda-vissza művelet is orrendbe. Mert szándékosan most ezt itt lehúztam az elejét, hogy ne legyen belőle gond. És akkor jobbra fordult, tehát akkor a bal oldalán kezdjük ennek a dolognak. És akkor mehet is. Gyerekek, mi volt ez? Ezt nem ezt terveztem. Na, jó, mehet. Oké, okay. A másik is megy, ez is megy. Jó, és akkor nézzük meg a... üríteni nem kellene már? Jó lenne már üríteni. Júj, hát ez nagyon szar helyen van az ifa. Ja, írtátok, hogy vegyek egy izét, egy másik traktort, és akkor lehetne itt rendezni. Egy ilyen kocsi rendező traktort, hogy mindig azzal ugye bevontatnám a dolgokat ide. Nem tudom, hogy lesz sracok. Ugye ebben meg belekeveredik a képer. Régen ifasztunk, azt most meg izé van, problematika. Na mennyi ma? Nem hiszem el, figyelj el! Rámentünk a tiglára, aztán beakad, azért meg van csinálva. Az ember azt hittné, hogy ez csak egy ilyen textúra, hogy nem fizikai tartja, hanem csak egy ilyen design. Ez közben meg nem. Ja, írtál, ja. Megint mondhatnék onban. Írtátok, hogy tolassok át oda szembe, aztán akkor nincsen problémám a izével. Ugye, olyan szűk ez a kapu. Tolassák át oda szembe, és akkor nem kéne tarakodnom itt ezzel a szarral. Elné, ha izőnél tudsz venni tikokat. Nem. Jó lesz ez így is. Legközelebb megpróbálom, hogy de most meg... Sanyi! Ne feszítsél! Kinek akarsz tetszelegni, a Marinek? Figyelj, feszíti Sanyi. Hoppa, elütöttem. Megérdemültet, bazd meg. Jaj, nem beszélünk csúnyán. Ebbe belekeveredtem, mint cigány gyerek a Huzen Traugerbe.
Ez annyira szar helyen van egyébként. Pont fölkapott a kerék. Ha mondom, itt meghalunk. De jó volt. Nézzük egy belső helyzetet. Még mindig kaura reggel van, gyerekek, én belepörgetek az időbe, ha nem baj, pergetek egy kicsit. Hadd menjen. Egy kicsit úgy izéljünk, tudod. Legyen egy kis izé fényesség. Oké, nem gond? Menjen, tudjon el ez a kört, ne legyen akkor reggel. Igen, és akkor gyors leürítünk. Jó, de jó, hogy nincs izé, nincsen, nincsenek autók a világba. És mikrofonigazítás, remélem nem hallottátok, hogy nyikorog minden. Na, ugye tűnik el a köd. Közelettem köd utána még mindig van egy kicsi, vagy ez meg is marad? Ez lehet, hogy megmarad. 8 óra, 10 óra, nem marad meg. Legyen, menjük, mennyi időre pörgessünk, egy 9 óra, jó? Oké, gyerekek. 9 óra körül van. Jó, így most már jobban tetszik. Kicsit világosabb a projekt. Jaj, a Dutrát mindig írjátok, hogy a Dutrát, hogy van egy ember, aki mindig írja, hogy azért nézlek, hogy már mikor próbálod ki azt a rohadt Dutrát. Ki fogom próbálni, csak igazából nincsen mire, meg az olyan hangos az a jármű, hogy az hihetetlen. Csak ne most villanjon fel a piros jelzés. Akkor neki dörgölünk 200-zal. Jó. És azt nézem, 14-23, gyerekek, jegyezzétek meg, 14-23. Küldjük neki. 14-23, ezen a sínen nem merek átvágtatni keresztbe, mert azért ez adja, ez durva. Finoman. Jó, megoldottuk, oké. Menjünk a kombájnokhoz, mit művelnek azok ott? Ez mi csinál? Gyerekek, ez végigjött az egészen, és akkor úgy fordulni akar. Ez jó, mindegy. Mondtam neki, ne körbe csinálja, de azért ugye végigjött ezen a részen. Mindegy. Ugye leköveti teljesen. Gyerekek, ez nem jó. A körbe-körbe módszer az sokkal jobb. Ha igen, megint elkezdett tolatgatni, meg mindent csinálni. Álljál meg, more. Álljál meg. Álljál meg. A fiú. Ja, most beszorítottuk, gyerek, sakmat. Az meg ott, ja, ott megtelt. Oké, mindegy, ezt lehet, hogy berakom körbe-körbére, mert ez nem tetszik neki ez a dolog. Tehát át is szállok bele ilyen. Kiszúrta a szememet a vágóasztal. Aztán stergelezünk egy picit. Egy picit. Hát kipróbálom, belemegyek abba a sárba, az tényleg sár lesz-e vajon. Na és akkor itt megindítom én ezt körbe-körbe, mert ez nekem nagyon nem tetszik. Jobbra fordulj! És körbe-körbe. És akkor mindig kívül lesz a csöved. Okay. Csináld így, barátom, mert ez nem jó neked ez az oda-vissza mászkálás. Junior nem ugat? Szegény lehajtott a fejét. Mondom neki, Junior nem ugat, ez leszekte. Nem engedjük ugatni a kutyát. Itt van egy nagy ízé zöhentő, figyelj rá. Aha. Jó, kaptunk is 2-3% izét sérülés pontot azon a zöhentőn. Nem gondoltam, hogy azért ennyire. Hát, ja. Ez azért nem tettne jót az ifának, hogy repül egy fél méter magasra. Az se. Belefér. Nem fér bele, jó. Ez jó, ez jó volt, ez így learatja oda-vissza. Az ilyen csikokat jól aratják. Hát ez meg megy körbe-körbe azon a nagy táblán. Egy év mire körbe ér. Viszont már nem annyira nagy, nézed már. Több mint fele megvan. Jó lesz ez.
az a félreállók ide körülbelül kettő közé, és akkor ezen a földön fogunk dolgozni. Imádom. Adjunk neki, gyerekek. Még ezt csinálom én egyelőre. Én hatékonyabban is tudom, ugye, mert tudom, hogy meddig lehet jönni. A belső nézetbe kéne, aztán nem kell forgatnom mi. Nem egyszerűen így. Jó lesz. Kb. Nézzük, hogy hát szerintem ez így jó, igen. Ennél jobban már nem mehetek beljebb. Így. Kb. Majdnem még egy rábot távolság. De azért annyira nem. Jó, ó, igen, ez sok, sok, sok. Sok, sok, sok. Akkor ezt lehet, hogy összeszántjuk. A mellette lévővel, oké? Szóval nem lesz rá gond, de majd learatom először persze. Autó-traktor modot nem tettem be. Linkeltetek, lehet, hogy be fogok majd rakni, de még egyelőre nem akartam. Ezen a földön dolgozunk. Ja, igen. Lukács István arról írt nekem egy e-mailt egyébként, hogy mennyire igazam van abban, hogy hogy tönkretették ugye a magyar ipart és mezőgazdaságot, például ugye a rábagyárat, meg az összeset. Igazából nem kell felsorolni őket, mert az összeset szinte már ugye semmi nincs, se élelmiszeripar Magyarországon, se nehézipar, se gépgyártás, semmi. Nem tudom, azt hiszem az Icarus most már megint valamit szenved, de régebben ugye milyen... Jó, oké, leginkább azért keletre exportáltunk ugye Icarus buszokat, de azért durva volt, és hát Magyarországon nem is volt más busz. Amikor még én voltam fiatal, akkor jöttek be néhány ilyen Setra, meg ilyen Mercedes buszok. Nem tudom, hogy mi értelme volt egyébként, de akkor jöttek be. Gondolom, akkor már döglődött a izé, ugye, buszgyártás Magyarországon. Hát nem kéne egyszerűen, nem kéne megvenni ugye például az ilyeneket, mind az ilyen, azok a Setrák is, meg azok a Mercék is, emlékszem, amikor behozták őket, ugye azok ilyen, nem tudom, ilyen Németországból már majdhogy nem leselejtezett ilyen szarok voltak. Aztán hogy, hát persze, hogy azok voltak, izé volt a leszállás jelző helyett, izé volt. Az Eileszáj helyett valami Wagenhalt volt. Emlékeztek rá? Azokat hordták be, legalábbis itt az alavolán azokat használta. Wagenhalt. Még arra se vették a fáradtságot, kicseréljék leszálló vagy valami feliratra. Ugye a leszállás jelzőnél. Persze akkor ugye olyan fiatalon arra gondoltunk, nem arra gondoltunk, hogy... álljunk meg, majd ledüllőzzük ezt. Nem arra gondoltunk, hogy jaj, tönkre teszik az ipart, hanem arra gondoltuk, jó, de jó, Mercedes, busszal közlekedő. Finished az egyik forsít közben, látom ám, gyerekek, látom ám. Én akkor megindíthatnám, azon gondolkozok. Megindítom, gyorsan forsítet megnézzük. Hoppa, az volt az. És akkor beküldöm ez mögé. Csak annyi, hogy átmódosítjuk. Ez megint körbe-körbe legyen, amúttól jó. Na, ott még van egy csik. Na mindegy, azt majd learattatom. Most menjen. Dolgozzon gyerekek. Aha, azt majd gyorsan visszaveszem, mert már majdnem rossz fele bent. Trágyázzunk, gyerekek, trágyaszóróval majd? Szerves trágyaszóróval? Mit szóltok hozzá? Mi a véleményetek róla? Valami nagy trágyaszórót vehetnénk, csak az a gond, hogy mivel fogom húzni a nagy trágyaszórót. Mert olyan nagy traktorom nincs, mert az izén, hogyha hitelesek akarunk lenni, ugye ezen nincsen izé. Nincsen TLT, úgyhogy ez nem tudná meghajtani ugye a trágyaszórót. Rosszat nyomtam. De arra az jutott eszembe, hogy régebben... nem volt, mint hogyha lettek volna olyan
járművek. Nem tudom, mi volt az. Nem a Land Shodro volt olyan, hogy kerékről kapta a hajtást? A mechanika? Hogy ugye nem TLT-ről kapta, hanem kerékről. Valami rémlik. Nem tudom ti. Vagy biztos jobban tudjátok. Valami volt olyan. Lehet, hogy a Land Shodro volt. Izénik én a gyerekek retro Land Shodrozni. Csináljunk már egy nagy kaszálót majd. Nagy kaszálót kéne csinálni. És akkor retro Land Shodroval. Júj! Itt egyébként van Nemes Rádó alatt egy ilyen baromi nagy kaszáló. Ott szoktak izélni. Hát marhákat is szoktak ugye kirakni, mint több százat. De általában izé van. Kaszálják és akkor bálázzák. De ilyen nagyon nagy. Figyelem közben a forsítek azok egyik az már izéim van 70%-on. Mindjárt dolgozunk vele. Ezt az egészet kéne kaszálónak, mi? Ez lenne brutális. Ezt most megint megküldöm. Megpróbálom úgy nagyjából egyenesen. És akkor gyorsan addig ürítünk a forsítekből. Ne is oldhatnám Silóba, onnan meg könnyen kiordanám, nem? Azon, hogy nagyon messze van basszus a leadási hely. Olyan dolgot kellett volna ezen a földön, most már kicsit gondolkozok rajta, ezen a földön olyan dolgot kellene ültetni, ami itt eladható a MÁV-nál. Mert ugye akkor nem kell messzeordani. Igaz, hogy azt kell csinálni, gyerekek. Azt kell csinálni. Igen, meg is rá is jöttem, ez lesz. Mert akkor itt a MÁV-nál egyből el tudod adni. Most tök hülyeség a repcét, hogyha oda el kell hordani a francba. Itt a MÁV-nál meg marha könnyű leadni. Hát az kell, basszus. Hát hülye vagy keeper? Ne légy hülye. Ha már szép nem vagy, akkor okos legyél. Mennek. Igen, ide megnézzük. Ugye azt hiszem, hogy mit vesznek? Árpát meg... búzát. Azt vesznek csak ugye azért a MÁV telepen. És az pont itt van, ott, ahol van az a nagy daru. Milyen könnyű lenne ide kihordani? Főleg, az ember venne nagyobb izéket. Nagyobb kombányt, ugye egy megát berakunk. És akkor arra fogunk gyűjteni. Hát ez csinálja, nem tudom, az a rábasteg várja. Aha, jó, ez jó, meg is csinálta, úgy látom. Megküldöm visszafele is. Ennyi, barátom. És ürítsünk. Első már meg is állt. Mert a legrosszabb az, hogy el kell hordani nagyon messze. Ja, és jó lenne itt trágyát szórni, mert itt meg lehet venni trágyát. Ugye még nincs trágyánk, akkor tudnánk itt venni. És akkor egyből ki tudnánk trágyaszóróba itt ezével Weimarra berakjuk, és akkor tudnánk trágyazni. Valami nagy trágyaszórót kéne venni hozzá. Mivel tudnánk jó gyorsan trágyat szórni? Tényleg a rábával nem akarok, mert ugye az egy izé lenne, az egy fél lenne, nem valós. Hogy gardán nélkül, hogy a francba tudnánk ezért trágyát szórni. Nem pörgeti meg. Figyelj, azt meg beúszta ott. Ide izét kell, ide búzát vagy árpát kell vetni. Az lesz a tuti. Figyelj, te is ürítsél ki, ha már 57-en vagy. Rendékosan blokkolom. Álljon meg szépen. De már nem sok van vissza. Több mint fele le van aradva. Rába visz, megfordul, figyeld. Talán jó is lesz. Menjünk az útból. Jó nyomja az rába. Oké. Figyelni kell itt mindenre, basszus.
Egyedül vagyok. Megpördítem, és akkor meg tud fordulni ott megint. És addig tudok más csinálni. Hát le kéne jönnem a izével, gyerekek. Le kéne jönnem a Weimarral ide. A trágyához. Ja, hát kb. Jó. Weimart hozzuk le trágyához, gyerekek. Aha, ezt kirakom ebből. Hogy kell ezt elindítani? Várjál. Valami. Ha. Numpad Enter. Oké, elindult. Nagyon nehezen indul. Jó, és ez amíg fel nem pörög, addig el se indult egymást. Ez valahogy ki kell raktam. Jó, 0%. És akkor megyünk vele. Megyünk vele oda. És akkor ott ugye tudunk venni a trágyát. És megveszük a legnagyobb trágyaszórót. És fel fogom trágyazni azt a földet, jó legyen ugye a termés, nagyon. Úgy gyerekek, ez nagyon megy az a verde. Hát csak úgy tűnik, mi? Hű, bazzer. Szóval így össze-vissza vagdolódik, ez nem fog átadni neki? Följebben menem, jobban látok. Az már nézett! Otya úristen! Gyerekek, ez ugrik, mint a hortilova. 30-as tábla van rajt, mennyi? 30-al megy is. De olyan gyorsnak tűnik, mert az irányítás az meg ilyen marha gyors. Ugye ez le is tud talpalni, sőt le is kellene majd talpalnom ott. Ja. Megveszük a nagy trágyaszórót, most az lesz a projekt. Ezt elvisszük akkor oda. Kis százalék kapja azért az ivet. De azt nem értem, hogy ezért kapja az ivet. Azon, ami így lóg. Ugye, hogy vagdolódik, nem tesz jót neki. De a szar. Nagyon tuti. Egyébként tetszik. Nagyon retrós. Jaj! Ugye, ott vagyunk. Hát szerintem izével kéne egyébként szállítani valami trailerrel, ez a jobb lenne. Hallod, halljátok, ez saját... Hűh, figyeld a... Óóó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 
Milyen magason vagyunk, nagyon kemény. Turva Rudi. Ezzel fát is lehetne pakolni egyébként. Maximum emelési magasság 2500 kiló. Nem, nem magasság, hanem súly, passz, fiat magas. Kilóba véred a magasságot, kipöv, te se vagy hülye. Ez nagyon durva ez a nézet. Ez marha jó. Pont ide kéne bemennem, ugye? Mindegy, be tudok menni másik bejáraton is. Az egy... nagyon adja. Felgel, meg nem tudom mit csinál eddig. Ezt pótkocsit tud... ezt tudna pótkocsit is vontatni, baze. Igen, és ott van a trágya. Ott. És mindent lehet venni, a trágya, az kell a trágya. És mondjuk beállok. Oda betolatnék. Nem tudnám rakni. Hig trágya, tudom, hogy ott tudok hig trágyat, de az engem nem érdekel, csak innen nagyon jól tudnám rakni. Le is talpaljuk, meg minden. Így. Oké, okay, és akkor megnézzük, hogy kell letalpalni.
Nem tudom. Meg valahol mutatná, nem? Ott a top. Bal gomb, jobbra balra, de nem. Jobb gomb. Ja, aha. Lecsatolás, beállított eszköz. Support go, az mi? Az az? X. Ja, hogy ezt meg lehetett volna így fogadni, aha. Nem tudom, hogy lehetett alpalni, gyerekek. Van ilyen talpak, hogy ez disznek van ott hátul. Ez lehet, hogy disznek van. Space-t megnyomom, vagy valami. Jó, most le lehet szépen kapcsolni. Jó, innen tudok rakodni, hát nem tudom, hogy kell-e talpalni, de lehet, hogy nincs rá szükség. Most már menjünk rábazni. Aha. Jó, egész jól megcsinálta. Megküldöm még egyszer, és akkor megyünk üríteni közbe. 67%. Hát, gyerekek, azon, hogy ezt utálom egyébként ebbe, hogy nagyon hamar megtellik. Az így kb. Lehet is. Nagyon hamar megtellik. Itt a vető is, már kezdődve. És nagyon messze kell hordani. Ez a 4%, mindjárt fullon veszünk. 97. Elnézést. 100%, srácok, jó. Menjünk. Torony irán, minél gyorsabban jussunk oda. Óvatosan. Meg kell javítani aratás után a gépeket, gyerekek. Mindig mondogatom, csak olyan sokáig tart. Ugye minden gépet oda hordani. Írtátok, hogy a 100%-ot eléri, akkor teljesen tönkre megy, nem is tudom mozdítani. Sőt, pótkocsit fel sem tudom kapcsolni, semmit nem tudok velük csinálni. Max eladni? Ez érdekes lesz. Vonóruddal sem tudom akkor gondolom felkapcsolni, meg semmi. Úgy furcsa lesz. Ugye megem van. Lehet, hogy be kéne vinnem silóba, azon gondolkodok, gyorsan kiöntözném, érted? Ez úgy jobb lenne. Most egyből, de utána, ja, most egyből nincs rá szükségem, csak az a baj, már megtelik a másik forsit is. Úgyhogy dolgozni kéne inkább, úgyhogy gyors beviszem telepre. Na, majd le tudom adni, főleg, hogyha vernék egy... De ne tolta bazze, majdnem izé volt fönforgás. Ja, főleg veszünk majd valami nagyobb gépet. Kukorica az hátul volt, ugye? Jó, most leöntözöm ide. Kukorica az a full másik végén volt. Ott bent. Ez volt a kukorica? Reméljük. Árpa, bazd, hülye vagy? Hol a kukorica, gyorsan, ne szórakozz el! Micsoda szemetes konténer, baromia. Nem tudom, melyik napon volt olyan, hogy még a szemetet is le tudtad borítani. Vagyis volt szemetes, valami nem kellett, akkor egyszerűen leborítottad.
A kukorica az lehet, hogy legelől volt. Most így belegondolva. Nézd már, figyeld, itt püstölög a gornyi. De jó. Tenyérdő ottal is adhattam volna. Bár itt könnyebb üríteni. Nagyon gyorsan gyerekek. Van hátsó kijárat. Ja, csinálunk valami nagy kaszálót majd. Kinézzük valami nagy területet. Lehet, hogy itt a izé mellett lévő. Lehet, hogy kaszálónak van krumpli. Napraforgó. Azért figyeld, az első volt a kukorica, akkor megvadulok. Ide meg nincs kitáblázva, halleluja. Csak az lepce. Nincs kitáblázva, hülye vagy. Na várj. Kinyitom. Szóval hogy lehet látni a földön azért. Ilyen, bazza. Ja, ezt hogy kell elhúzni? Ja, ott van. Na mi van ott benne? Csak ez lehet már a kukorica. Aha, ez az. Tudja, hogy ez az. Itt is kinyitom. Ezt akkor itt át lehet menni rajt frankon. Jó hangulatos ez. Jósan. Ezzel húzom az időt, bazze. Oda mindenképp akkor árpát verni vagy búzát. Azt ma avnál adom, pikpak. Tök hamar be lehet hordani. Szállító szalagrendszer kéne mi. Hú, tök jó lenne behordani annyit, hogy ez feltellik. Mert ugye itt tényleg nő a kupac. Figyeld. És akkor lenne rengeteg. Ez jó, mert ezt itt ugye nem kell fölrakni, hanem itt egyszerűen csak annyit csinálsz. Hogy... Izével, ugye a silóból beengeded. De nekem ez a megoldás, ez baromira tetszik, ugye. Például csináltak ezt az új FSH 6-os, vagy melyik mapot, ugye. Hát az marhára nem tetszik, hogy vannak ilyen szarok, ilyen épületek, és igazából fú, semmi értelme nincs. Mert leöntheted persze, mert most már mindenhol le lehet önteni dolgokat. De nincs kitáblázva, nem kapcsolódik silóhoz. Tök szar ilyen, semmi értelmetlen, nincs értelme tényleg. Üres épületek, vannak ilyen hangárok, de nincs funkciója. És ennyire leöntöm akkor a rétre is, mert nem állzik el, mert nem történik vele semmi. Blokked van mind a kettő, jó van. Rába meg végzett. Nyomjuk neki, egy pirosat kapjunk. Utat is kellene csinálnom, azon gondolkodok. Lehetne utakat újra szabni, most például ide is én raknék egy utat. Ugye felszántanám, fölizérnem, fölkultiznám, és akkor lenne, teljesen újra tudnám szabni a térképet így. Hát, hogy azzal megpróbálkozunk majd egy-két ilyen dologgal, mert teljesen nem tetszenek ezek a deugok. Vannak ott vannak. Az igen. Ott volt egy fa. Egy valami. Ott van valami, amiben megakadtunk, és ha jön a vonat, megőrülök. De mibe a tökömbe tud elakadni, amikor a izébe meg átjöttünk, az ifával rajt. Figyeld! Valami ott van, és beleakadt. Ott van a keréknek. És szar a széje törj a verdát, te Isten! Hát... Nem hiszem el, komolyan mondom, jön a vonat, lecsatolom ezt a pótkocsit. Te figyeld, azért, kösz! Ott van az a fehér szar, várjál már. Istenem. Azt nem értem meg komolyan. Still nincs. És azt nem marha gyorsan bazen, mert baj lesz. Jön a vonat, akkor végünk. Gyorsan. Aj, végre. Na, de szegény embert még, szegény ifást még az ág is húzza, mi? Szó szerint. Lol. Jó, hogy nem jött a vonat. A vonat jött volna, ott
Lekapcsoltam volna a portkocsit, hadd vigye. 33% gyerekek, javítás lesz, lesz egy olyan rész, hogy szervizelünk. Jó, hátsó ürítem először, akkor megindul az el... az elsőt leürítem, megindul a hátsó is. Nincs sok vissza egyébként. Jó, akkor menjen a hátsó részbe. Megnézem, mennyi a leg... Az ennyi volt, hogy csak blokkolva volt, jó. Megnézem, mennyi a legnagyobb... trágyaszóró. És azt lehet, hogy ide kéne hozni közben majd. Hát ja, itt jó lenne egy ilyen másodlagos telephely. Úristen, ezt amire még felizélem, felkultizom. Gyorsan, gyorsan, 10-300-ek induljon. Jó. Azt még majd lehúzom, hogy lehúzzam ezzel? Lehet, hogy ezzel lehúzok. Ne féljetek, a izé a rába az nem sebződik, mi? Egybe le is húzza ezt, jó. Ezt akkor megyünk még tovább. Tovább, tovább. Nem tudta lehúzni az egészet. Maradt egy kis szűzmenet, de nem baj. Annyi baj legyen. Jó van, gyerekek. Hú. Rengeteg dolgra kell koncentrálni komolyan. Ezt itt meg le kéne tarcsázni megint. Tényleg van egy olyan rész, aha, innen jön. Jó, körbehúzom gyerekek, körbehúzom a földet, rájöttem, és akkor nem kell mindig a széleig eljönni. Lehet, hogy kéne az az autotraktor mód. Így belegondolva, lehet jobban járnék vele. Kíváncsi lennék az, hogy csinálja, mert az oratást azt tök jól csinálják. De kultizni is nagyon jól tudna. Akkor így körbe-körbe megindítanád a kultivátort a... ...nézően kombájn után, mi? Főleg, ha ugyanolyan széles, meg minden. Kicsit a törzscsuklós gépek nehezen irányíthatók ilyen szempontból, mert ugye amikor fordulok balra, akkor ugye a hátulját is elviszik balra egy kicsit. Jön a vonat, jön a vonat, nehogy beleakadjunk a vonatba. Ott vannak a kézijják. Hamba anyuk. Tök jó, hogy odagot raktak rá, mi? Király mód. Így kell nézni a tárcsát, rájöttem. És akkor ugye pont tudod, hogy meddig kell kiúzni. Szóval nem kell tökörni vele. Ajaj, ajaj. Az oszlopokat ki lehetne vágni, meg a vasúti sínt az lenne a tuti buli. Így teljesen át lehetne rendezni a pályát, nem? Ez egy fain lenne. Ezen a földön aztán kell dolgozni keményen. Van meló. Meg fölvettük a hitelt is. Úristen, milyen hosszú ez a föld. Azt a betyár. Már rohamot kapok, amire ezt lekultizom, még rábával is. Kell az autotraktor mód, gyerekek. Mindenképpen. Következő részben kipróbáljuk autotraktort. Hoppa, hoppa, hoppa.
Nem lesz jó. Én vockodtam tőle, hogy berakom. Nem mondom, hogy valamit én is dolgozok, de ekkora földeken azért kell az. Tehát van ilyen kicsi checkmettel pálya. A rendes mapokon ugye nincs ilyen checkmet. Most értünk körbe, vagyis nem teljesen körbe, hanem ugye a kultizott területig. Hát ilyen hosszú még. És ennyi 50%-on vannak a kombájnok. Az a gyerekek. Ez a föld, ez nagyon durva. Durci. Nagyon durva. Hát ezt nem tudom, hogy lesz, basszus. Ez nagyon kemény. Itt baromi sokat kell kubikolni. Még annyi vissza van ott, amit láttak. Nagyon, nagyon nem kevés. Pedig ez a tárcsa, az nem egy kicsi darab. Nem filózok, ezt oda-vissza meg kéne indítanom egy autótraktorral, nem autótraktorral, hanem gépi melóssal. Legalább annyi legyen, hogy megpróbáljuk becélozzuk azt a részt. Valami szamárvezető vagy olyan segéd lenne, hogy merre kell megindítani. Próbáljuk meg így, inkább fogjon egy kicsit kevesebbet. De fogja le az egészet, megpróbáljuk így, és akkor szedje. Csinálja itt. Jó, nézzük a többit. Jó. Ürítés jön. Jó, de jó helyen vagyunk, Jó, akkor meg is várom. Sőt, akkor igen. Az lesz, hogy itt fogunk üríteni. A rába meg akkor oda-vissza tudja itt innen szedni. Egész addig. Ezt meg blokkoljuk, ezt ürítünk. Vagy pedig mellette ugye. Itt már teljesen mindjárt összeér, tök jó. Még egy kör és akkor már elfogy az a fele. Na, lehet, hogy Junior visszük kutyastrandra, ma képzeljétek. Nyílt itt Gébárti torn. Az Zalaegerszegen van egy ilyen nagy tó. És nyílt egy olyan strand, hogy kutyastrand. De elvileg csak kutyák ugye ott fürödhetnek. Ez tök jó lehet. Kíváncsi leszek, hogy milyen. Már nem tudom, kivisszük-e. Baj van, gyerekek, baj van, bazza! Még jó, hogy megláttam, te hülye vagy! Jó, hogy megláttam, úristen! Pont ránéztem, hallod? Gondolom, ti is észrevettétek, hogy a Steiger izél szenved. Hát ez kemény ledolni, gyerekek. Jó, indítsuk meg erre, valamit csináljon. De ez jó lett volna. Elvitte volna a vonat, azt meg se találtam volna a Steigeremet. Te Isten. Mi vannak bajok? Meg se lett volna a Steiger. Így mondom, mit csinál? Csak egy ilyen szükség van vissza. Ja, autótraktor mindenképp kell, mert vetés nem akarom már kézzel végig tolni. Meg basszus a izét, még ott van a trágyaszórás is. Lehet, hogy a dutrába szórunk trágyát, az azért elég kajak is. Sőt, akkor a dutrát beállítjuk trágyaszórónak, oké gyerekek? Azon van TLT is. Oké. Okay. Ez meg itt akkor tud oda-vissza mászkálni. Talán meg is tud fordulni. Az a baj, ugye itt még nem tolatgattak. A mesterséges intelligencia. Jó, nézzük meg, mennyibe kerül a trágyaszóró, gyerekek.
Ez kell nekünk, gyerekek. Ez kell nekünk. Aha, ezt el is otthonnám majd. Az nem tetszik, ez kell nekünk. 9500 literes, 100 lóerő elég neki. Vásárlás, beugratjuk. És akkor kihozzuk a dutrába. Mi is pont azon vagyunk. Hát meg is érkezett, és ez pont jó volt, ez nagyon jó lesz neki. Gyerekek, ez a dutrához termett. Ó, igen. Igen, ott van az, hogy a kardánra csatlakozik, és az arra már nincs kardán. Azért lenne hülyeség. És basszus, nagyon brutális különben ez a verda. Mindig valami, az eleje egy izére emlékeztet engem, mindig egy ilyen a régi MiG-21-eseknek volt, azt hiszem, ez a hasonló eleje. Ugye ott csak egy lyuk volt, és ott ilyen tüskált ki belőle, ott volt a beömlője, ugye a sugárhajtóműnek. Kajak. 27-tel megy. Nem az gyerekek. Nyomja majd a trágyaszórást is. Akkor autótraktort beküldöm. Megnézzük ez is, hogy működik. Nem tudom, azt biztos be kell állítani mindent neki, hogy trágyaszórás, ez meg az. Tudom, hogy csinálja. Akkor a kerekek, te Isten, vagy brutálisan néz ki, hogy így kirézel, és akkor ott vannak azok a baromi nagy kerekek. D4K, ugye? Sajtom. Ez el kell mennünk ugye akkor a Weimarhoz, és akkor meg is rakjuk. Valamit csináljunk még. De durván néz ki, imádom. Ott van a kardán meghajtás. Na, mi a maradsz? Jó, srácok. Megyünk, akkor megrakjuk Weimarra. Weimarra, a Weimarra. Weimarikus társaság. Brutálisan néz ki így. Ez nagyon bejön. Ott a Weimarnak a kanála látszik, látod? Ott ez a izé, sárga távolba. Ide van készítve minden. Hát ezért nem tudom, mit csinál. Remélem, hogy ezért jól működik a rába. A rába blokked? Na megnézzük. Na nézzük, gyerekek, gyorsan. Na, jó. Barátom. Belekeveredtél dolgokba, látom. Jó, hogy nem sérül ilyenkor, nem értem. Hogyha munkásnál van, akkor nem tud sérülni? Akkor nem, lehet, hogy azért ez ilyen kiküszöböli azt, hogy nehogy tönkretegye a munkás valami hülyeség miatt. Lehet, hogy a vonat elütötte volna melóssa, akkor se sérült volna. Nem túl hatékony így, hogy mindig állítgatnom kell, de hát ez van, gyerekek. Tűzép! Nem, mi az az MTZ? MTZ-nek írja ezt a cuccot. Beállunk. Ezt a megrakjuk. Gondolom, csak úgy lehet megrakni. Jó, ez egy gyerekek. Ez király, kipróbálnám, csak várja már megint. Annyi munka van. 49%, hát nem olyan veszélyes.
Megnézem a rábát is. Gondoltam, hogy itt lesz a baj, jó. Ha izélem is, már intézem is a dolgokat. Középen kihagyott egy csikot, jó, hát ezeket mind javítgatnom kell majd. Gyerekek, azon filózok, hogy itt végzett, itt keresztbe lehetne menni, várja. A kombány az be van keveredve itt. Átrakom ide. És akkor a lábát meg... Tudom, filóztam, hogy így keresztbe megindítom. Sokár merre megy, jobbra is vagy balra is. Mindenképpen nekem hasznot fog húzni, mert csinálja. És akkor legalább nem kell itt mindig igazgatnom. Mert itt van elég terület, amin tud mozogni. Érdekes. Ki hagyogat? Na mindegy. Hát azért nem mindegy, miért hagyogat ki? Jó, talán a következő körben nem hagyja ki. Na srácok, hát ezt próbáljuk meg. Nem tudom mennyit fogadni, vagy kérni érte. Ez hogy működik? Füstöl itt aztán. Aha, jó. Mondom, mondja le a pénzt. 7343. Megmarkoltam. Aha, 16 euróba kerül csak egy ilyen, ez nem olyan rossz. Ezt mondjuk szarhelyen van a dutra pillanat. Rossz helyre tolattam, ide tolatok elé, vej már elé. Jó, beteszem ide. Jó lesz. Még jobban? Nem, az egy jó lesz szerintem. Nem, még jobban, még jobban. Még hátrébb. Így már jó. Na és akkor elvileg kinyitom, akkor oda be fog esni? Ó, ez nagyon király, gyerekek, ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Mekkora kanala van ennek, úristen? Fasz, egy harmadáig feltöltötte. Ez nagyon tetszik. Nagyon jó. Hát nem mozgatja, basszus. Hány? 1800 literes. Akkor négyből megrakja, ugye? Négyből? Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Imádom. Ez egy nagyon jó dolog, hogy így működik, és működik frankon a vej, már érted, nem bagos. Tök jó csinálja. Ja, 5 kell neki, nem 4. Nem egészen 5. A 9000-es, ugye? Várjál, megnézem ezt a nézetet. Jó. Ez jó. Ez jó, ez nem rossz. Nem rossz ez a nézet. Látod, hogy mit markolsz pont. És nem olyan nagy pénz, gyerekek. A ganyi, az olcsó. 15 euró, figyelj, egy kanálla. És azt hiszem, hogy ez meg kell, hogy teljen. Még mindig nem telik meg? Még mindig nem telett meg, valamit nagyon elszámoltam. Szóval nagyon dimizseltük ezt a izet, a kanalat. Úgy sikerült. Megint, bazza, össze, ahogy rángatom, nagyon, aha. Marha óvatosan kell bánni, gyerekek, mert összetöröd. Már 40%.
Igen, nagyon óvatosan figyeld. Ugye a valóságban se az van, hogy úgy rángatod, mint az őrült. Így, ha így húzod, nincs baja. De ha nagyon rángatod, összetöröd. Nem is az a gond vele, hogy összetörik és drága, hanem az, hogy idehozni. Nem egy kis pénz. Aha, finoman kell vele a gyerekek, finoman bánni. Ez hiteles is. Valósághű. Na most telett meg, mi? Jó. Ha most telett meg, az itt is maradhat. És akkor ezt a szöveg odébb vegyül. Ja, hogy itt is lehet izé. Lehetőség vetőgépre. Aha, hát akkor ezután nem kell ugye telepről töltenem. Ja, itt is. Majd, de jó, itt minden van. Akkor ez gyakorlatilag olyan, mint az én kis telepem lenne szinte. Ó, hát akkor ezt itt én annak fogom használni, gyerekek. Sőt. A tüzéttelepet, mintha megvettük volna, az lesz. Nagyon kipróbálnám ezt a trágyaszórót. Kis fogom, lemegyünk ide a földszélibe, aztán nyomunk egy kört. Ó, hát ez nagyon tetszik, gyerekek, nagyon jó. Rágyázó bekapcsolása, ó. Kerem, B. Kipróbáljuk. Nagyon tetszik. Nagyon imádom. Nem tudom, milyenkor nagyon bírom az ilyen dolgokat. Trágyázás a legjobb dolog. És rendesen fognak pörögni azok, akik ők. Kíváncsiak vagyok ti is, ugye? Mennyi volt? 9 méter széles? Még megindulunk így. A gyerekek, adjunk neki. Ó, anyád úristenét! Ez kurva jó! Ez nagyon jó, gyerekek, ez nagyon atom! Ez nagyon tetszik! És rendesen trágyakupacok lesznek, érted? Nem az, hogy befesti a fődet. Hát, ez király! Ez nagyon király! Ez nagyon adja. Ez nagyon jól néz ki, nem? És rendesen oda kerül, érted? Nem ilyen gagyi. Hogy nem. Nem tudom, az FS17-ben az van ez, hogy ilyen rendesen ott lesznek a tizék, a trágya kupacok? Hogy rászórod. De ez nagyon jól meg van csinálva, tetszik, hogy forog minden, tökéletesen meg van csinálva. Király, és tolja hátrafele, úgy ahogy kell. Vagy csak a hígtrágyával festi ízére? Mert ugye permetezel, vagy pedig hígtrágyázol, lefest 17-be. Nem tudom, azt hiszem, ilyen szerves trágyát nem nyomtam az ízére. A lefest 17-be. Akkor az van ugye, hogy csak ilyen más színű lesz, de itt rendesen ott vannak a kupacok. Hát ez kira. Ez tetszik, viszont egy-kettő kell. Lehet, nem tudom, ja. Lehetne úgyis, hogy beraknám azt a modot, hogy le lehet ölteni a földszére, és akkor nagy trágyakupacot csinálni, kiordani. És akkor ugye annyi lenne, hogy onnan Weimarra föl lehet szórni. Kamionnak kéne ide hordani a trágyat, gyerekek, itt nagyon sok kell. Brutális, gyerekek, brutális. Nagyon tuti. Ezt fogjuk csinálni mindenképp. Autótraktort rakok be a következő részbe, srácok. És nyomjuk a trágyázást. Vigyel 80-es MTZ, ráfacsög az oldalára a keréknek. Pont, bazza, pont, figyeld, 0% kifogyott.
Mondd, jó volt, egy hosszra. Ezt megnézem, srácok. Ez baromi jó. Rendesen tele van trágyakupacca. Na jó van, srácok, elbúcsúzom szerintem. Meg is telettek a izék közbe. A verdák. Köszönöm szépen a figyelmet. Rábára nézzünk már még rá, hogy mit mivel. A finisheret ír. Kétszer lehúzta azt, úgy gondolta, hogy ennyi. Igen, mert ugye kiért belőle. Jó, nem olyan gond. Ezt az egy csikot még lehúzom. Autó, traktor, berakjuk, azt akkor kicsit jobban tudunk dolgozni. Ezt az egy csikot lehúzom, itt idegesít. Aztán akkor megcsináljuk majd. Autótraktorra körbe nyomja majd a lába ezt, és akkor mi meg tudunk trágyázni normálisan. És akkor igen, olyat fogunk vetni, ami ide el tudjuk adni a máfhoz. Hát ez a föld, ez brutál nagy egyébként. Ez nagyon durva nagy. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, jók legyetek, csácsumi csőtésztap!